Attól tartok a kedves nézőket, most arra kell intenem mindenek előtt, hogy őrizzék meg a nyugalmukat. Ez nem egy véletlenszerű szilveszteri műsoranyag bekerülése itt a műsorban, és nem véletlenül van rajtam ez a szemüveg, bár reménykedem abban, hogy kiskorúak nem látják most ezt a felvételt, és a gyengébb idegzetőek sem nézik a televíziót. Egy kísérlet része vagyok itt, hölgyeim és uraim. Szememen egy technikai segédeszköz volt. A következőről van szó. Ha ezt fölteszem, akkor mindent kiválóan látok itt a stúdióban. Ha leveszem, akkor szinte semmit. Ha fölrakom a hagyományos szemüvegemet, amit nap mint a hordok, akkor ismét tökéletesen látok. A dologban az a csodálatos, hogy ez a kis segédeszköz semmilyen lencsét nem tartalmaz. Ezt magam sem hittem el, amíg itt az adás előtt ki nem próbáltuk. Vendégem a stúdióban Fekete Lajos, aki erről a nagyszerű kis eszközről fog nekünk beszélgetni. Tulajdonképpen mi ennek a lényege? A lényeg az, hogy egy mondatban tényleg, hogy azokat a szemizmokat, amik az éles látást biztosítják, azokat megdolgozza, megedzi, és bebizonyítja azt, hogy szemüveg nélkül, mankó nélkül is képes az ember szemmel látni. Főleg azoknak, mondom, akiknek töréshibájuk van, tehát mondjuk a szürkehályok, zöldhályok és hasonló betegségek, ott nem segít sajnos. Ez tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy szemüveg nélkül, tehát dioptriás lencse nélkül is mindazok, akiknek egyébként dioptriás szemüvegre lenne szükségük, láthatnak ennek a szemüvegnek a segítségével. Ezt folyamatosan magunkkal kell tartanunk? Gondolok itt arra, hogy hát ebben mondjuk az utcán mászkálni nem feltétlenül. Sőt, nem is szabad, ez csak helyhez kötött tevékenység, ez alkalmazható, és napi 40 percet kell otthon használni, tévénézéshez, újságolvasáshoz, kötéshez, vagy kiállok az erkélyen és nézem a lányokat. Napi 40 percet. Ennek a 40 percnek a használatát, napi 40 percet mennyi ideig kell csinálnom? Egy hétig, két hétig, egy hónap, vagy attól függ, hogy mennyire rossz a szemed? Attól függ, hogy mennyire rossz a szemed, vagy pedig, hogy mennyi az éveid száma. Tehát minél idősebb valaki, annál nyilván, hiszen izmokról van szó, annál nehezebben regenerálódnak ezek az izmok. A fiataloknál hónapok kérdése, és el lehet felejteni a szemüveget egy életre. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a szemünk elfelejt látni. Tehát tulajdonképpen mi romlik el a szemben, amikor a látásunk romlik? Vegyük mondjuk a rövidlátókat. Nagyon röviden az az oka, hogy a szemgolyónak az alakja hossz irányban megnyúlik. Azaz a sárga folt hátrébb kerül, és a fénysugarak, amelyek a tárgyakról verődnek vissza, nem ott találkoznak, ahol kell. Na most ezért használják a szemüveget az emberek, mert például a te esetedben ez egy szórólencse, ami azt jelenti, hogy szétszórja a fényt, mielőtt a szemed lencsébe kerül, majd hátrébb kerül, azaz a sárga foltra kerül, így látsz élesen a hagyományos szemüvegeddel. A szemtréner, a Balinger például a lyukszemüveg, pedig azt csinálja, hogy azokat az izmokat, amelyek az éleslátás biztosítja, amit már mondtam az első mondatomban, úgy beidegzi, hogy a sárga folt oda kerül, ahol annak lennie kell. Mekkora az a dioptria, ami fölött már nem használható? Ez egyáltalán létezik-e ilyen? Tehát ha valakinek mondjuk mínusz 8-as ilyen, vagy 10-es ilyen szódás üveg szemüvege van, az is elérhet vele olyan látványos javulást, hogy adott esetben másfél év múlva teljesen elhagyhatja a szemüveget? Az, hogy teljesen elhagyhatja, erre nem esküszöm meg. Mert minden szemnek más és más a problémája. De mondhatában a 20-ast is, sőt van egy hölgy, aki itt valahol Baranyában, aki lencse nélkül, nincs szemlencséje. Kioperálták neki, és így is élesen lát televíziót. Olvastam a levelét, a kézzel írott levelét. Tehát nincs olyan határ. Azt hiszem, hogy nem árt, hogyha megmutatjuk a kedves nézőknek is, hogy tulajdonképpen miről van itt szó. Ez külsőre egy teljesen hagyományos, olyan, mint egy napszemüveg, azzal a különbséggel, hogy igazából nem lehet rajta átlátni. Ami miatt át lehet rajta látni, az egy belül elforgatott tárcsa, és ezen a tárcsán vannak különböző méretű lukak. Tehát amikor én ezen átlátok, akkor tulajdonképpen tetszőleges méretű lukakon nézhetek keresztül. Van annak jelentőség, hogy milyen nagy ez a luk? Igen. Minél rosszabb valakinek a szeme, tehát minél nagyobb a látás problémája, annál kisebb lyukat kell alkalmazni, de ezt mindenki saját magának tudja beállítani, amikor a legélesebben lát, az a lyuk a legmegfelelőbb. Aztán, amikor elkezd javulni a szeme, a látása, mindig a nagyobb lyukra kell állítani. A kedves nézők most abban a helyzetben vannak, hogy kénytelenek nekem elhinni, hogy az eszköz valóban működik. Ugyanis tettünk itt a beszélgetés előtt egy kis próbát. Valóban 5 méterről szemüveg nélkül az egyik szememet eltakarva gyakorlatilag nem láttam semmit. Nem láttam a számokat, ezeket a számokat, amiket itt már nem láttad. Azt én már nem láttam.
majd szintén szemüveg nélkül ezzel az általad behozott kis eszközzel azt a 29-es számot még láttam. Ami azt jelenti, hogy az én szemem az alkalmas a pontosan erőgásra. Mik a referenciái ennek a kis eszköznek? Vannak-e már gyógyult betegek? Alig 2000-en, mondjuk 2100-an, 2200-an használják most a 90-es években, ugyanis ez egy 1975-ös magyar szabadalom. 75-ös? 75-ös, igen. Mi volt eddig akkor 75 és 99 között azért tetemes másfél évtizedben? Sőt. Ezt egy lakatos mester találta ki. Hadd kezdjem előről. Három évig beadta az Országos Tudományi Hivatalba szabadalmaztatásra. Három évig vizsgálták, mindenféle orvosi klinikai teszten átesett, majd 75-ben megkapta a szabadalmi jogot. És a 70-es évek végén történt egy sajnálatos baleset, és ezért hívtam fel a figyelmet neked is és a kedves nézőknek is, hogy csak helyhez kötött tevékenységhez alkalmazható. Ugyanis egy közel 80 éves hölgy kiment benne az utcára. Megbotlott a járdaszegélybe, elesett, combjaktörés, felfekvés, kórház, halál. És akkor be is szüntették a forgalmazását, amit a látszerész ipari kiszövetkezet forgalmazott akkor. És közben Bálinger Antalnak hívták ezt a lakatos mestert, meghalt, az őszvegye nem foglalkozott tovább a dologgal, és szinte peredésbe merült. Minden esetre 24 év után itt van az általam most már levizsgált és jónak minősített eszköz. Az sem érdektelen, hogy miként jött rá ez a bizonyos lakatos ember. Igen, ez egy érdekes történet. Szegénynek annyira elromlott a látása, hogy nem tudott dolgozni, nem tudott tévét nézni, nem tudott újságot olvasni, bár megpróbálta, és egyszer az újságot adott a kezébe, és persze 2-3 perc van elaludt a fotelba. Arra ébredt, hogy az újság, ami ugye betakarta a fejét, az újságon volt egy icipici lyuk, ami pont a szem elé került. És ezen átlátva élesen látta a tárgyakat a szobába. Lekapta, mert azt hitt, hogy csoda történt. Nem látott semmit, föltette, és ez így ment tovább. És ennek alapján elkezdett némi segítettel megcsinálta ezt a szemüveget, ő róla is nevezték el Bálinger-féle lyukszemüvegnek, és ő csak azért csinálta, hogy tudjon benne dolgozni, otthon a kis műhelyébe. És hónapok múlva arra lett figyelmes, hogy szemüveg nélkül is javult a látása. És így utána adta be az Országos Tudományi Hivatalba. Egy nevet szeretném még megemlíteni, mert ugye a szabadalmat megvette egy fiatal ember a 90-es években, Guba Györgynek hívják, azért tartom lényegesnek, mert neki köszönheti sok ember, hogy újra visszanyerte a látását. Az is egy érdekes történet, ha elmondhatom. Hogy? Guba György 19 éves volt, amikor a 70-es évekről van szó még, mikor egy NB1-es kézilabda csapat leszerette volna igazolni, és ugye úgy kezdődött, hogy sportorvos. Látásvizsgálat. Kiderült, amit ő persze már nagyon jól tudott, hogy a jobb szemére 4%-os tompa látó. 19 éves volt. Most olvastam egy pár évvel ezelőtt kiadott szakkönyvet, amit egy szemészorvos írt. Azért van leírva benne, hogy 7-8 éves kor után a tompalátás, mint olyan nem gyógyítható. Tulajdonképpen mi ez a tompalátás? Mert ezt én sem tudom, és valószínűleg a nézők sem. Nehéz lenne belemenni. Töréshiba okozta olyan elváltozás, ami az idegpárt és az agyat is érinti. Tehát gyakorlatilag nem tanul meg a szem látni. És ezért azt mondták, hogy ez gyógyíthatatlan már idősebb korban. Na most 19 évesen a Guba György megvette ezt a szemtrénert, még a Bálinger úr félét, és pár hónap múlva visszament a sportolóshoz, és kiderült, hogy több mint 60%-a javult a látása, kézzadla pályafutását folytatta, és most hadd említsem meg, hogy múlt év, tehát 98 tavaszán Guba György negyedik lett a karate Európa bajnokságon, pedig ott sem hátrány, hogyha látom, hogy jön az ellenségnek a keze, ellenfélnek a keze, lába, stb. Gyanítom, hogy a látszerészek, akik szemüvegeket és kontaktlencséket gyártanak, nem fogadták kitörőről már ezt a felfedezést. Viszont a szemészek, tehát mondjuk úgy, hogy az akadémikus, a hivatalos orvostudománynak mi a hozzáállása ez az eszközhöz? Nehéz erre válaszolni. Beszélgettem egy pár szemorvossal, hivatalosan nem létezik. Ez a szemtréner nem létezik. Holott maga a jelenség ismert már, és a szemorvosok használják vizsgálatoknál, hogy egy apró lyukon át nézetik a páciest. Ezzel valószínűleg nem értek hozzá, nem vagyok szemorvos. Azt állapítják meg, hogy valóban törés problémáról van-e szó, azért nem lát valaki, vagy pedig esetleg idegsorvadás, vagy cukorbetegség okozta szemfenéki elváltozás, vagy más olyan szervi baj, tehát nem töréshiba. Bulvár sajtóban egyébként eddig is lehetett olvasni olyan szemtornákról, amik állítólag csodát művelnek. Felfoghatjuk ezt úgy, mint egy segédeszközt, egy direkt erre a célra kifejlesztett segédeszközt, ami arra kényszeríti a szemünket, hogy
hogy lásson. Viszont hát, hogyha a hivatalos orvostudomány nem fogadja el, akkor azt már gondolom meg sem kell kérdeznem, hogy van-e TB támogatottsága a dolognak. Természetesen nincsen. De visszatérve itt a bulvár sajtóra, nem csak a bulvár sajtó foglalkozott ezzel, hanem egész komoly könyvek. És én addig igazából nem hittem el, még egyik barátom, akit több mint 21 éve ismerek, múltkor összelem futok vele mondjuk egy fél évvel ezelőtt, és látom, hogy nincsen szemüveg, hát mindig szemüveget hordott. És mondom, kontaktlencsét viselsz? Azt mondja, nem. Mondom, akkor szemtorna. 5 éve nem visel szemüveget, nem a szemtrénert használta, van bizonyos van Schneider, Bates például szemtornák. Remek a dolog, működik, mert láttam, tapasztaltam, viszont időigényes. Na most ezt a Bálinger úr akarva akaratlanul is lusta, idézőjelben mondom, lusta embereknek találta ki, ugyanis ezzel nem kell más csinálni, mint hazavinni, föltenni a tévénézéshez, újságolvasás, stb. Nem akarom újra sorolni. Tehát nem megy pusztilő arra, hogy az én szemem megjavuljon. Hát az ember azért alapvetően bizalmatlan. Ha nekem is csak azzal kezdett, hogy megmutatod ezt a szemüveget, és elmondod, hogy mikre képes, akkor valószínűleg elfolytok egy mosolyt. Viszont engem mégis meggyőzött. Általában valószínűleg az emberek ilyenek, hogy szeretik kézzel foghatóvá tenni az elmondott élményeket is. Ha valaki tényleg szeretné kipróbálni ezt, anélkül, hogy konkrét és direkt reklámot csinálnánk bármely cégnek, hol juthatnak hozzá, hol próbálhatják ki? Van egy állandó klubom a Nevelési Központ Művelődési Házában minden hétfőn 18 órakor, és ott is mindjárt úgy kezdem, mert mindenki tényleg, és én is először azt mondtam, amikor először láttam, és én nekem mindig jó volt a szemem, tehát igazából semmit nem jelentett, azt mondta, hogy egy hülyeség, de hülyeskedjetek már velem. És amikor egy szemüveges ismerőssel összeakadtunk, felpróbált és olvasott, és obszén szavakat használt, annyira meglepődött, akkor úristen, mondom, hogy ebben van valami. Aztán elkezdte a feleségem használni, azóta már nem nekem kell a tévéműsort esténként felolvasni, mert ugye lusta kimenni a hűtőszekrényen van a szemüvege, stb. Tehát a Nevelési Központban hétfőnként 18 órakor, ahol úgy kezdődik, hogy ha valaki, ahogy belép, már olvastatom, attól függ, mi a probléma, tehát vagy távollátás, vagy közellátásról van szó, szóval olvastatom, megdöbben, és utána elmagyarázom, mi hogy történik a szemével. Fekete Lajos, köszönöm szépen, hogy befáradtál hozzánk.